Pongrácz Gergelyről készült portréfilmmel emlékezett meg az 56-os eseményekről a Magyarság Kutatóintézet. A film nem csak a szabadságharcos életét, hanem belső küzdelmeit és vívódásait is bemutatja. Én voltam az, aki azt mondtam, hogy addig, ameddig egy orosz katona van magyar földön, addig a fegyvert nem adjuk ki a kezünkből. Nem hiszünk az ígéreteknek. A Korvin középpesti srácok egyik fő parancsnoka, Pongrácz Gergely 1956-ban 7 testvérével együtt vett részt a szabadságért vívott harcban. A fiatal férfi harcos társaival együtt napokig feltartotta a szovjeteket. A kommunizmus, a kommunista diktatúra minden embert szembefordított a gyilkos rendszerrel. És egyszerűen ezek a fiúk, ezek a lányok, mert emlékezzünk meg a lányokról is, hiszen Wittner Mária is ott harcolt, egyszerűen tudták, hogy győzni kell, nincs tovább. Pongrácz Gergely a filmben mesél megrázó élményeiről is, például, hogy átélte, ahogy az ölében hal meg egy harcos társa. Én nagyon féltem, nagyon-nagyon féltem. Annyira féltem, hogy többször nekiindultam, hogy elmegyek a francba innen. Pongrácz Gergelynek végül el kellett hagynia Magyarországot, csak a rendszerváltás után térhetett haza, de bárhol is élt, mindig Magyarország maradt az otthona. A portréfilmben úgy fogalmaz, a szíve örökre magyar maradt.